a brüsszeli bizottság javaslatára tegnap szerdán az Európai Parlament bevándorláspárti többsége újabb, a migránsok betelepítését segítő javaslatot fogadott el. Szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy a magyar baloldal európai parlamenti képviselői, Gyurcsányék és a szocialisták is megszavazták a migrációs alap háromszorosára emelését. A szocialista Szanyi Tibor, a DK-s Molnár Csaba és Niedermüller Péter, a párbeszédes Jávor Benedek, az LMP által delegált Meszerics Tamás, ahogy eddig is minden alkalommal, úgy most is megszavazták az újabb bevándorláspárti előterjesztést. Brüsszel azért növeli háromszorosára a migrációs alap pénzügyi keretét, mert ebből akarják finanszírozni a migránsok betelepítését. A jelentés azt is tartalmazza, hogy pénzügyileg is meg akarják büntetni a migránsok betelepítését elutasító tagállamokat. A bevándorláspárti ellenzék szavazatával mindezt támogatta. Ezzel újra egyértelművé tették, hogy ők bevándorláspártiak, és szembe menve a magyar emberek akaratával minden támogatást megadnak ahhoz, hogy Európát bevándorló kontinensé tegyék, Magyarországot pedig bevándorló országát tegyék. Ezzel szemben a Fidesz-KDNP nem támogatja a bevándorláspárti javaslatokat, mi nem kötünk kompromisszumot a migráció ügyében, illetve Európa keresztény kultúrájának a megvédésének ügyében.